Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is október 10-én, a mai napon, a Hold, a Punarvasú Holdházban van. Ez a Holdház Sirius csillaghatása alatt áll. Sirius csillag a nagy kutya csillagképben található, és mutat egy irányt, mégpedig az északi sarki csillagot. Sirius az a legfényesebb csillag az égen, és mondhatnám úgy, olyan, mint egy gyémánt, diamant, ragyog nagyon. Ez kihat a mai napra, és közli velünk, mennyire fontos a kisugárzás, a magabiztos fellépés. A mai nap az egy félhold. Egy félhold, az szép, de ez feszültségekre utal a hold, a nap és a földünk között. Hiányzik valami. Hiányzik a bátorság, a lelkesedés, és hiányzik egy kicsit a testi kapcsolat is, vagy ha nem, vannak még feszültségek. A mai napon a Hold és Jupiter bolygó szemben áll, itt tükröződik valami. Jupiter bolygó adja a lehetőségeket, de hajlamos arra, hogy valamit eltúlozzon. A Holdnál az érzelmekről van szó, valaki eltúlozza az érzelmeket, és ez is lehet egy kihívás, mert félreértésekre hat. A mai napon van egy nap és Jupiter kapcsolat, egy úgynevezett kvadrát aspektus, ez is egy kihívás. Jupiter bolygónál nem csak a szerencséről van szó, hanem utal az igazságra, vagy az igazságtalanságokra. Előfordulhat, hogy itt, ennél a kapcsolatnál egy bírósági ügyről van szó. Mivel itt megvan ez a feszültség, ez a kihívás, az lehet az, hogy valaki vak és nem lát semmit ezen a területen, vagy kinyitja a szemét, és kiderülnek olyan dolgok, ami kellemetlen lehet. A mai napon van egy szép kapcsolat, a Vénusz bolygó és egy visszatekintő Uránusz bolygó között, ez kihat a szerelmi élet területére, vagy ránk hölgyekre. Uránusz bolygó hatása alatt van egy meglepetés, vagy valamilyen változások. Mivel ez egy trigon kapcsolat, ez szerencsét hoz számunkra hölgyekre, vagy a szerelmi élet területén hat. És ez volt a mai felvételem Mizó is. Október 10-én. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!